iar lumina lor asupra mi și-a țintit-o până la urmă. Bun. Mă duc la rege, hai, vino cu mine. Az aradi színház művészei olvasták fel Ofélia és Polónius párbeszédét románul a Várszínház kamaratermében. Itt a Rosenkranz és Guildenstern halott című Hamlet átirat első gyulai olvasópróbáját tartották meg hétfőn. Az előadás nemzetközi koprodukcióban készül, magyar és román nyelvű színészek bevonásával. Ma találkozunk először, mert az első olvasópróba volt itt Gyulán. Én nagyon szeretem és bírom Gyulát. Nagyon jól megértem magam a rendezővel, tapasztalt Ernővel, jók a kollégák, jó minden. A szöveg is nagyon jó, a szerepek is nagyon jók, úgyhogy alig várjuk, hogy játszunk. Mi van veled ma? Mikor? Micsoda? Te nem hallottad? Te nem hallottad? A Gyulai Várszínház, a magyar nyelvű Aradi Kamara Színház és a román nyelvű Aradi Ioán Szlavics Klasszikus Színház közös produkcióját július 14-én mutatják be a Shakespeare Fesztiválon. Az első közös próba megmutatta, hogy bár a színészek anyanyelve eltér, Shakespeare színházi nyelve összeköti őket. A román színház egy picit költőibb, kevésbé belemagyarázóbb, a magyar színház egy picit direktebb, konkrétabb. Mi ezt a kettőt összevegyítjük, lévén azt, hogy román kollégák is vannak. Én ugyanúgy mozgok a magyar színházi környezet, mint a román színházi környezet, mind a kettőben otthonosan érzem magam, és a kettő között lavírozni igazándiból egy olyan határ, amit az ember nem tol el, akkor igazán jó dolgok szoktak születni ebből. Mondom, hogy a kollégák nagyon jól dolgoznak együtt. Ez körülbelül olyan, hogy mivel a rövid idő miatt, ez olyan, mint egy edzőtábor. A Shakespeare Fesztivált idén 14. alkalommal szervezik meg Gyulán, a Várszínház nyári évadának részeként. Az egyhetes esemény ebben az évben az angol drámaíró egyik legismertebb műve, a Hamlet köré épül, több hazai és nemzetközi produkcióval. Romániából, Bukarestből két társulat is jön, az Unteatru és a Metropolis Színház, de a kettő nagyon híres előadása, a Viktor Frunza előadásában, és hát a Hamlettel kapcsolatos továbbgondolások, továbbírások, parafrázisok is megtalálhatók világszerte. Ezek közül a legismertebb, leghíresebb darab tulajdonképpen az angol drámaírónak, Tom Stoppardnek a Rosenkranz és Guildenstern halott című darabja. Az alkotók azt remélik, hogy a gyulai ősbemutató után több színházban is lesz lehetőségük bemutatni a darabot.